Második András emléktáblájának avatásával zárult az Aranybulla emlékéve a Nemzeti Emlékhelyen. Székesfehérvár az egész évet átfogó programsorozattal fejezte ki tiszteletét a város történelmi és közjogi szerepét elismerő egykori esemény emlékére. Nagy Benedek alkotását Cserpalkovics András polgármester és Molnár Krisztián a megyei közgyűlés elnöke leplezte le. A Nemzeti Emlékhelyen tartott záró eseményen a megyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. Molnár Krisztián felidézte az elmúlt év eseményeit és programjait, melyek mind az Aranybullához kötődtek. Rendhagyó történelemórák, előadások, vetélkedők és nagyszabású kiállítások jellemezték az emlékévet. A közgyűlés elnöke a 800 évvel ezelőtt kiadott dokumentummal kapcsolatban úgy fogalmazott, az Aranybulla válasz volt korának problémáira. A magyar államfejlődés és az alkotmányos önazonosságunk kiemelkedően fontos dokumentuma. Olyan korban született meg, amely a Magyar Királyság történetében a jelentős átalakulás időszaka volt. Ennek a korszaknak volt kiemelkedő uralkodója II. András, aki újító szellemű tevékeny királyaink sorába tartozott. 3 évtizedes uralkodása olyan eredményeket hozott, melyek évszázadokig meghatározták az ország politikai, társadalmi és gazdasági szerkezetét. Az Aranybulla bizonyíték arra, hogy Magyarország számára az államiság és a jogállamiság több száz évvel ezelőtt kezdődött. Szombaton szervezték az idei Adni Jó Jótékonysági Kupát a Molfehérvár utánpótlás központjában. Ez évben 12 csapat érkezett a tornára az ország különböző pontjairól, hogy nevezésével egy jó ügyet támogasson. Volt, aki több száz kilométert utazott, hogy Fehérváron játszhasson. Nem sokkal 9 után felsorakoztak a csapatok, ezt követően pedig el is kezdődtek az első mérkőzések. A tornát időről időre az Adni Jó Kupa baráti kör szervezi jótékony céllal. Az elmúlt hetekben a szervező alapítvány budai úti székhelyén gyűltek az adományok, melyeket már el is kezdtek kézbesíteni a kedvezményezetteknek. Az akcióhoz a felajánlásokat még a szombati napon is fogadták. Karácsonyra 200 gyermeknek vásárolt az adományokból az Adni Jó Alapítvány ajándékokat, és ugyanannyi családnak állítanak össze tartós élelmiszer csomagokat. A szombati Adni Jó Kupa nevezési díjait és a torna teljes bevételét a 3,5 éves leukémiával küzdő Kovács Hunor gyógykezelésére fordítják majd. 12 csapat nevezett be a mai tornára. Hát az ország minden tájáról érkeztek hozzánk. Van olyan csapat, aki több száz kilométerrel elutazott azért, hogy segítsen nekünk ma, illetve Hunoron. Az év utolsó látogatói rendezvényét tartották szombaton az Aska állatmenhelyen. Az Askarácsony keretében lehetett vásárolni támogatói ajándéktárgyakat, közös karácsonyfa díszítésre is invitálták a látogatókat, akik bejárhatták a maroshegyi létesítményt, de szeretettel várták az örökbefogadó gazdikat és az adományozókat is, akik érkeztek is szép számban. Szükség is volt rájuk, hiszen a következő negyed évben az ő segítségükkel tud majd működni az Aska állatmenhely. Szeretnénk egy olyan igazi, családias hangulatú, beszélgetős délelőttöt tartani, amikor közösen föl fogjuk díszíteni az askarácsonyunkat, és hát remélem, hogy tényleg örömmel fogjuk zárni a karácsonyi rendezvényt. Ha oda nézünk a karácsonyfalak, akkor már most a nyitásnál megérkeztek az első adományok, és hát ez az, amivel a jövő évnek az első negyedévét ki fogjuk húzni. A hagyományokhoz hülyen a Szent Imre templomban köszöntötték az adventet a Kodály Zoltán általános iskola és gimnázium alapfokú művészeti iskola énekkarai. A karácsonyi hangversenyre a diákok, kicsik és nagyok, karnagyaikkal együtt hosszú heteken át készültek. Az ünnepváró énekekkel tarkított közös műsort idén is áhítattal hallhatta a templomba látogató karácsonyváró közönség. Az iskolánkban 5 kórus működik, a legkisebb kórusát Polgár Zoltánné Antónia néni vezeti. Őket követi az 5.-6. osztályosok kórusa jó magam vezetésével, 7.-8. osztályosok Kneifer Imre vezetésével a Bárdos kórusban énekelnek. A gimnáziumban is működik 2 kórus, lánykar és vegyeskar, Feke Marian és Kneifer Imre tanár úr vezetésével.